Kedves nézőink, ez az év is bővelkedett fontos eseményekben. Sokféle sikert könyvelhet el magának a város, számos terület indult látványos fejlődésnek. Egyfajta leltárt készítünk most 2020 utolsó adásában, melynek során felelevenítjük minden hónap különleges aktualitását. Segítségünkre lesz a visszatekintésben a város polgármestere Vég László, akit köszöntök a stúdiónkban. Én is köszöntöm a kedves tévénézőket. A városnapi ünnepségen Sümeg októberben újra választott polgármestere ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy kiváló időpont ez, hiszen egybeesik az új év köszöntésével is. Jó alkalom a visszatekintésre, az eredmények értékelésére. 1984, ez tényleg egy fontos dátum, 84. január 6-a. Azt hiszem, hogy akkor nagyon sok sümegi ember lelkének jól esett az, hogy újra város lett Sümeg. Aztán a rendszerváltás és a 90-es évek eleje, az bizony nem tett jót a sümegiek büszkeségének sem, meg egyáltalán Sümegnek sem, nagyon sok tekintetben, ezt el kell, hogy ismerjük. És ebből a mély válságból, amit a megszűnő munkahelyek és a magas munkanélküliség okozott, szinte egy sok hatás, ebből kezdett el aztán építkezni lassan Sümeg, és így értünk el 2014-ig, amikor nagyon sokan úgy gondoltuk ebben a városban, hogy gyorsabb fejlődésre lenne szükség. A sümegiek többsége tudja és hiszi, hogy csak úgy lehet fejlődni, ha minden napot kihasználunk a munkára. Minden nap konkrét céllal kelünk fel, és úgy indulunk el, tudjuk, hogy magunkért és közösségünkért tenni kell, folytatta a város polgármestere. Évekkel ezelőtt kitűztünk egy fontos célt, folytatta. Bár sokan voltak szkeptikusak, hiszen a merjünk kicsik lenni jó néhány embert befolyásolt, sajnos nem jó irányba a korábbi időszakban. De az előző ciklusban nagy változások történhettek. Folyamatosan dolgoznak, minden napra akad tennivaló. A több mint 6000-es várost nem lehet úgy irányítani, hogy kényelmesen hátradőlünk, fogalmazott. Majd rövid áttekintést nyújtott a fejlesztésekről a város vezetője. Mind-mind arra predesztinálják Sümeget, hogy méltán a járás meghatározó központja. Isten éltesse önöket, mindenkinek boldog új évet kívánok, és azt is kívánom, hogy egy év múlva újabb fejlesztésekről számolhassak be, és mindenki jó egészségben és hittel teli élje meg ezt a 2020-as évet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kezdjük is ezt a leltárt, polgármester úr, 2020. januárját írjuk az iménti bejátszás alapján, amikor is a legkiemelkedőbb esemény a városnapja. Mi a jelentőség ennek a város Sümeg életében, mi a civilek életében? Ugye minden alkalommal kitüntetésekkel is összekapcsolják ezt az ünnepet. Pontosan, és talán ez jelenti a legtöbbet a sümegieknek évről évre, hiszen nagyon jól tudják, hogy január 6-a, amely egy városi ünnep, egy hivatalos városi ünnep egyébként, hogy január 6-án azok az emberek, akik tényleg sokat tettek Sümegért, legalábbis remélem, hogy ez a közvélemény vélekedésével is általában találkozik, hogy őket megjutalmazza a város, és együtt örülhetünk. És nyilván így a karácsonyi, újévi ünnepek után gyakorlatilag ebbe az ünnepkörbe tartozik akarva akaratlanul nálunk a városnapja. És ahogy ugye például tavaly is elmondtam, hogy valóban kiváló időpont ez, hiszen újév után néhány nappal összefoglalhatjuk, hogy mi történt az előtte lévő évben. Ez alkalmat ad erre is, meg alkalmat ad arra is, hogy a szilveszteri, meg a karácsonyi köszöntők után az új évet is együtt kezdhesse a város. Ugye sajnos ez most másképp kell, hogy legyen. Ez a 2020-as év, amilyen nagy várakozásokkal tekintettünk
elé, még 2020. január 6-án, hát ugye nem egészen úgy alakult, sajnos, és most elsősorban a vírusjárványra gondolok. Január elején én is, meg gondolom általában mindenki biztos volt abban, hogy a városnak ez a fejlődése minden szempontból töretlen lesz. És azért hangsúlyozom, hogy minden szempontból, hiszen nagyon sok szempontból valóban az is lett. Mert akkor is beszéltem a fejlesztésekről, a megvalósult fejlesztésekről, amelyek 2014 és 2019 vége között már be is fejeződtek, meg azokról is, amelyek még folyamatban vannak, és most így a 2020-as év végén azért örömmel mondhatjuk, hogy ezek a fejlesztések, hát tulajdonképpen egy kivételével, ugye a Zöldváros 2 kivételével be is fejeződtek, és a Zöldváros 2, ugye a Kompany utca környékének a rendbetétele, az is már szépen alakul, látványos eredmények vannak, és néhány hónap múlva a végére érünk annak is. Tehát ilyen szempontból rendben is vagyunk. Persze olyan szempontból viszont nem, hogy a városnak az anyagi erejét azt igencsak megviselte ez a járvány. Ugye a bevételek és a kiadások oldalán is sokkal kevesebb bevételünk lett 2020-as évben, hiszen különböző adó elvonások, illetve adó csökkenések voltak, és pontosan ezért a 2021-es év sem lesz egyszerű, az már most látszik. És hát nyilván nem csak a gazdasági vonatkozások, hanem valóban az egészségügyi vonatkozások is. Ez az év, hát gyakorlatilag az egész világnak és az egész országnak nehéz volt, és ebből nem tudta kivonni magát Sümeg sem. De talán jó is, hogy nem látunk így a jövőbe. Ez az év, ez így alakult, és én azért büszke vagyok rá, hogy túléltük ezt az évet is. Igaz, hogy nagyon nagy nehézségek árán, de itt állunk a 2021-es év küszöbén, és azt hiszem, hogy minden okunk megvan rá, hogy bizakodóak legyünk. Folytatjuk is hónapról hónapra a visszatekintést, és azt gondolom, hogy nézőink is kerekképet alkothatnak a 2020-as esztendőről. A január és a február általában az évkezdet a tervezés időszaka, így van ez a turizmus területén is. Februárban volt egy turisztikai kiállítás Székesfehérváron, Sümeg is képviseltette magát, most ezt nézzük meg. Több mint 20 turisztikai desztináció kínálta lehetőségeit, utazásirodák, turinformirodák, települési marketing csoportok vettek részt a szakmát képviselve. Az utazás kiállítás előző évi tapasztalatai alapján fontosak ezek a találkozási alkalmak a kiállítók és a kirándulásokat kedvelők között. 8 éve rendezik meg Székesfehérváron az utazás kiállítást, aminek nyilván az a célja, hogy egy kicsit személyes kapcsolatba is kerülhessen egymással az adott régió, országrész, vagy az utazásiroda, hiszen ebben a digitalizálódó világban egyre kevesebb személyes kapcsolatra van lehetőség. Az utazás megszervezése véget, egyre inkább minden az online térbe kerül, ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy itt lehetőséget biztosítsunk a kiállítóknak is, és a látogatóknak is arra, hogy szolgáltató és utazó közös beszélgetéseket folytathasson, vagy egyeztetést. A Sümegi standnál megtalálhatták az érdeklődők az újdonságokat is bemutató kiadványokat, kipróbálhatták a Sümeg foglalójátékot, és megcsodálhatták Kisfaludi Sándor utazóládáját is. Tehát elkezdődött februárban a 2020-as turisztikai szezonra való felkészülés, máshogy alakultak a dolgok, de azért a turizmus jelentősége ugyanúgy megmaradt. Mi a törekvése a városvezetésnek e tekintetben ezen a téren? A turizmus az fontos volt és fontos is maradt Sümeg életében, és ugye ez a februári utazás kiállítás is azt jelezte, azt a törekvésünket, hogy résztvevői legyünk ennek a
ennek az áramlásnak, ennek az együttműködésnek, az országos együttműködéseknek is. Ugye volt jó néhány olyan év, amikor Sümeg az ilyen rendezvényeken nem vett részt. Én nekem mindig az volt az álláspontom, még hogyha nehezen, nyilván nehezen lemérhető ennek a direkt anyagi haszna, de egy olyan településnek, egy olyan városnak, mint Sümeg, amelyik komolyan veszi a turizmusban betöltött szerepét, és a jövőjét is erre kívánja építeni, legalábbis nagy részben, az nem engedheti meg magának, hogy ne képviseltesse magát, hogy ne legyen jelen egyáltalán. És én ezt vallom most is. Nagyon örülök neki, hogy februárban ott tudtunk lenni Fehérváron, és 2021-ben is igyekezni fogunk részt venni az utazás kiállításon. És hát valóban nyilván éppen úgy, ahogy januárban még nem láthattuk előre a járványt, februárban sem gondolta senki, igaz, hogy akkor már néztük a híreket Kínából, meg talán már Olaszországból is aggasztó hírek jöttek, de azért mi itt Sümegen, Magyarországon egy jó turisztikai szezonra készültünk. És ugye azok a fejlesztések, amelyeket már akkor terveztünk, hogy az év folyamán készen lesznek, elsősorban itt a Ramazetter házra gondolok, mint egy olyan fejlesztésre, amelytől sokat vártunk, és sokat várunk most is, ugye a belváros turizmusában, azok valóban el is készültek. Hát az, hogy a 2020-as év az ilyen lett, az sajnos tény, és azt hiszem, erről mi sem tehetünk, de azt elmondhatjuk nagyon jó érzéssel, hogy mi azért a kitűzött célokat teljesítettük, és hogyha a körülmények úgy alakulnak, akkor felkészülten, felvértezve várjuk egyrészt a 2021-es évet, hogy milyen lehetőségeket ad, és azokat azt hiszem, hogy kiválóan ki tudjuk használni, és felkészülten várjuk az ide látogatókat is. Tehát a turizmus az nagyon fontos. Az igaz, ezt már egyszer elmondtam talán itt egy tévéadásban, hogy azért az a 2020-as év a Covid járvánnyal az rámutatott arra is, hogy azért a teljesen egy lábon állás, így az idegenforgalom szempontjából, az is rejthet veszélyeket, amivel eddig valljuk be nem számoltunk semmi, sem más ilyen városok, helyek, de hát ez most megmutatta, hogy bizony vannak ilyen extrém helyzetek, és nyilván törekedni kell arra is, hogy az ipari parkunkban is beinduljanak még inkább a dolgok, és azért ezen a lábon is tudjunk állni, mármint az ipari üzemeken, és az ottani foglalkoztatáson, és az adóbevételeken. Még csak a második hónapnál tartunk, de természetesen minden mondatban szerepel a járványügy, amely aztán igazából 2020 márciusában robbant be Magyarországon. Ugye a korábbi években, ha hasonló tematika szerint haladtunk volna, akkor márciusban nyilvánvalóan a nemzeti ünnepünket emeltük volna ki, most azonban március 13-án a járványhelyzet elindulásáról kell, hogy szót ejtsünk. Sok alkalommal hétről hétre polgármester úr is tájékoztatta nézőinket, de a térség országgyűlési képviselője is. Most ez a bejátszás következik. Elfogadta a parlament hétfőn a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény. Mit jelent ez a gyakorlatban, képviselő úr? Igen, 137 igen szavazattal és 53 nem ellenében fogadta el az országgyűlés ezt a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. Elsősorban arról döntöttünk most, hogy a kormány bizonyos jogköröket megkap, amiket eddig a parlament gyakorolt, hiszen nem lehet tudni, hogy a vészhelyzet, illetve a vírus az milyen veszélyeket rejt még magába. Elképzelhető az is, hogy a képviselők jelentős része is olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud részt venni a parlament ülésein, nem lehet parlamenti ülést tartani, de az ország nem áll meg, az élet nem áll meg, és ebből következően a kormány kellett felhatalmazni bizonyos jogkörökkel.
A kormány járványügyi intézkedéseivel párhuzamosan itt helyben a városban is sokféle intézkedésre volt szükség. Melyek ezek, elevenítsük fel, melyek voltak a legfontosabbak és a leghatékonyabbak ezek közül? És összességében a járványhelyzet a tavaszi időszakban milyen változást hozott a város életében? Én úgy emlékszem vissza erre márciusra, hogy tényleg egy nagyon nagy változás volt. Ugye ilyen még nem volt, hát legalábbis a mi életünkben, vagy a nálam idősebbek életében sem igazán volt ilyen veszélyhelyzet és korlátozások. Tehát egy nagyon furcsa és hát egyik oldalról talán olyan izgalmas világ is, de másik oldalról viszont nagyon szomorú és hát lelombozó. Ugye itt helyben, amit mi megtettünk, én úgy érzem, hogy a legfontosabb az az volt, hogy a médiákban, tehát a különböző internetes felületeken, a közösségi oldalakon, természetesen itt a tévében is, meg a nyomtatott sajtóban is kértük az embereket, hogy egyrészt persze tartsák be a kormánynak az intézkedéseit, és ugye akkor tavasszal még legalábbis az elején nem volt az időseknek szóló idősáv sem, viszont kértük az idősebbeket, a 70 év feletti korosztályt, hogy lehetőleg maradjon otthon, mi megoldjuk a bevásárlásaikat, a patikában a gyógyszerkiváltást. És így visszatekintve most decemberről márciusra, amikor ugye emlékszünk rá, hogy azért ezek a számok a mostani novemberi, december elejé számokhoz képest, hát elnézést, hogy így fogalmazok, de szinte nevetségesen alacsonyak voltak, hiszen szó sem volt arról, nemhogy 5-6 ezres új fertőzés szám, de hogyha már ilyen, nem tudom én, 20-30, meg 100 körül volt, akkor mindenki meg volt rémülve. Hát sajnos, hogy így hozzá szoktunk az ősz folyamán ezekhez a magas számokhoz. No, de tényleg, tehát márciusban mégis az emberek jobban féltek. És hál' Isten, hogy ez így volt. És én úgy emlékszem vissza, hogy akkor tényleg ugye jöttek a telefonok, jelentkeztek az idősebbek, és valóban nagyon sok idős embernek meg is oldottuk ezeket a problémáit, és itt újra, akkor is nyilván megköszöntöm, de újra és újra megköszönöm azoknak, akik ebben az önkormányzattal együttműködtek, nekünk segítettek, tehát nem csak a Napfény szociális otthon munkatársainak, de különböző szervezeteknek is, a Katolikus Karitásznak, a polgárőröknek, akik önzetlenül segítették az idős embereket velünk együtt a mi koordinálásunkkal. És hát ahogy haladt előre az idő, akkor ugye vége lett ennek az első hullámnak, és akkor egy kicsit mindenki bizakodott úgy június táján, június vége felé, hogy végre megúsztuk. Hát aztán kiderült szeptember, október táján, hogy ez sajnos nem így van, de azt hiszem, hogy ez már nem ehhez a videóhoz kapcsolódik, ez a történet. A krónikához azonban az is hozzátartozik, hogy járványhelyzet ide vagy oda, Sümegen a fejlesztések folytatódtak, a pályázatokból történő megvalósítások ugyanúgy haladtak. Említhetem az útfejlesztéseket, a tarisznyavár építését, és nem utolsó sorban az útfejlesztéshez tartozik természetesen a körforgalomnak az elkészülte is. Most erről következik egy kis videó. Ez is egy topos pályázat keretében valósul meg, és ugye ez egy projekt, a belvárosi piac, és ez a látványpiac, a középkori piac. Erre nyertünk annak idején összességében 100 millió forintot. Ugye a belvárosi piacot már tavaly átadtuk, az volt a kisebb
falat, az 22 millió forint volt körülbelül, valamivel kevesebb, mint 22 millió forint, ez pedig hát valamivel több, mint 88 millió forint az erre eső rész. Mi a célja az önkormányzatnak ezzel a beruházással? Ugye kifejezetten turisztikai látványosságnak készül, de alapvetően milyen céllal hozták létre? Igen. Ennek valóban kettős funkciója lesz, és így van, tehát mi is úgy gondoltuk már eleve, hogy ennek inkább idegenforgalmi funkciója lesz. Természetesen egy piac, egy látványpiac, itt olyan eseményeket is tervezünk, hogy vásári komédiák, vagy zene, és ugye az elképzelés az volt, hogy ez nagyon jól beleilleszkedik a belváros idegenforgalmának a fejlesztésébe. Dolgoznak a munkagépek az ipari útnál. Az út funkciójából adódóan speciális erősítéssel készül, hogy elbírja a teherautó forgalmat. Az út megvalósítása nem csupán az iparterep szempontjából fontos. Abból adódik a különös fontossága, hogy most átjárható lesz a Zalaegerszegre menő út, a Mihályfai út és a Bazsi-Hévíz felé vezető út közötti szakasz, és ez majd a későbbiekben lehetővé teszi azt, hogy egy ilyen fél város elkerülő jöjjön létre. De egy Viszmajor helyzet is megoldásra került a napokban, ami szintén útépítést eredményezett. Az útépítések nem állnak le. Erre az évre 50 millió forintot különített el az önkormányzata város aszfaltsíkjainak megújítására. Elsőként az Ifjúság utcára és a Ramazetter utcára fókuszálnak, de remélik, hogy más kisebb szakaszokra is jut majd forrás. Ez egy nagyon régi, hogy mondjam, igénye volt a sümegi embereknek, meg egyáltalán az itt közlekedőknek, hogy ennek a kereszteződésnek a sorsa valahogy megoldódjon. Ez egyébként egy 199 millió forintos pályázat volt. Most már a végénél tartunk, hiszen éppen néhány perccel ezelőtt fejeződött be a műszaki átadása a Strabaggal. Ugye a Strabag volt a kivitelezője ennek a munkának, és valóban, tehát én nagyon remélem, hogy maga a körforgalom, az most innentől kezdve, április 22-től kezdve néhány héten belül teljesen készen lesz. Éppen az előbb beszéltem a Targúza Attilával, aki azt mondta, hogy a jövő hét közepe felé már ültetik a virágokat. Ugye éppen most ennek a középső körnek a kialakítása történik. Több tervek alapján én azt tudom mondani, és tényleg remélem, hogy néhány hét, egy hónap múlva ezt minden sümegi láthatja majd a saját szemével, hogy gyönyörű lesz, és én bízom benne, hogy ez tényleg egy új dísze lesz a városnak itt a belváros közepén. Áprilisban ünnepélyes átadásokra nem kerülhetett sor, a városlakók és a városban közlekedők azonban természetesen birtokba vehették a körforgalmat és az egyéb megvalósult fejlesztéseket is. Mit jelentenek ezek összességében a város életében, a város jövője szempontjából? Hát ahogy néztem és hallgattam ezt a kis bejátszást, ugye áprilisból, azzal kell, hogy kezdjem, hogy ebben legalább igazam lett, hogy nagy örömmel vették birtokba az emberek, és valóban láthatták, hogy milyen szép, hiszen aztán ugye elkészült a körforgalom közepe, és tényleg, hát az egyik kedvenc témája lett egyébként a sümeget fotózóknak a körforgalom, nagyon sok drónfelvétel is készült, fantasztikus látvány azóta is az egyik kedvencem, nem csak nekem szerintem, hanem szinte minden sümeginek, de nem sümegieknek is. Tehát ezt azért úgy nagyjából eltaláltam valóban, és hát ugye a közlekedésre kifejtett hatásai, hát nyilván, amikor még készült és sok embernek bosszúságot okozott, akkor voltak fanyalgók, meg olyanok, akik egy kicsit meggondolatlanul, hát nem tudom másképp értékelni, de olyan butaságokat mondtak, hogy
mert a körforgalom nem is lesz jó, meg más kellene, meg lámpás kereszteződés, meg minek az egész. Szerintem ez néhány nap alatt, vagy néhány hét alatt azért átfordult abba, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, ez nagyon jó. Még azok is egyébként, akik gyakorlatilag mindig gyalogosan közlekednek. Nekem van például egy olyan idősebb korosztályhoz tartozó ismerősöm, egy volt tanárnőm, akinek nincs is, szerintem talán jogosítványa sem, de hogy autója nincs, az teljesen biztos, aki mégis azt mondja, hogy egy fantasztikus, talán a legnagyobb eredménynek tartja a sok elkészült építkezés és fejlesztés között a körforgalmat, mert ő is érzékeli, hogy mennyivel pörgősebb az autóforgalom, és a gyalogosoknak is különben egyrészt egy biztonságot ad, másrészt pedig egy tényleg nagyon szép belváros alakult ezzel ki, tehát a szépsége is megvan ennek a dolognak, és nem kell feltétlenül drónról fényképezni, a földről, másfél méter magasságból is nagyon gyönyörű. Tényleg egy szép, virágos belvárosunk lett ezzel a körforgalommal, meg az elkészült Árpád és Petőfi utcákkal, a parkolókkal. Nagyon büszke vagyok rá, meg kell, hogy mondjam, én személy szerint is, és büszke lehet rá egész Sümeg, a város, hogy ilyen gyönyörű és használható, praktikus belvárosa lett. 2020 májusában vagyunk, amikor a járványügyi korlátozó intézkedések egy része már feloldásra került, és ez változásokat okozott az egészségügyben is. Erről következik a riportunk. A legelső utasítás ugye március 15-én érkezett, ami gyakorlatilag egy kialakult járványügyi helyzetre tekintettel kellett gyakorlatilag egy hirtelen lépést tenni a járóbeteg szakellátó központokban, ami azt jelentette, hogy a tervezhető vizsgálatokat, illetve beavatkozásokat, úgymond az időpontokat meg kellett gyakorlatilag azonnali hatállyal szüntetnünk, illetve fel kellett függesztenünk ilyen értelemben a működést. És ugye ezt követte egy olyan állapot, amikor hát első körben ugye igyekeztünk kiértesíteni minden beteget, főként telefonon arról, hogy mi várható, és hogy most átmenetileg türelmüket kérjük ebben a helyzetben, illetőleg hétről hétre, sőt azt mondhatom, hogy napról napra, főként azokon a szakterületeken a krónikus betegeinkre vonatkozóan történtek a gondozással kapcsolatos anyagok áttekintése a szakdolgozóink és a szakorvosaink által, amikor is felkerestük a betegeinket, és elsősorban itt az volt a cél egyrészt nyilván az állapotuk felül érdeklődni, és arról, hogy ne maradjanak gyógyszer, vagy esetleg szakorvosi javaslat nélkül. És így telt el április 30-áig gyakorlatilag ez az időszak. Most pedig az új működési rendnek megfelelően, ez április 30-án késő este érkezett ez az utasítás, aminek a fő szempontja és a követendő elve a fokozatosság betartása. Nyilván itt még mindig a csoportosulás elkerülése és a járvány lassítása érdekében kell mindent megtennünk. Ennek értelmében olyan szakrendeléseket lehetséges újraindítanunk, amik kizárólag időpontra tudnak működni. Hogyan vizsgázott az egészségügy polgármester úr, és ezzel összefüggésben beszéljünk a szociális területről is, hiszen pont ez az a két terület, amelyre nagyon nagy nehézség hárult azokban a hónapokban, illetve az őszi időszakban is, amikor éleződött a járványhelyzet. Így van. Én tényleg elismerésemet tudom csak kifejezni minden egészségügyben dolgozóknak, meg hát igen, a szociális terület, tehát ugye nálunk a Napfény Szociális Központ dolgozóinak is. Hát az egészségügy, az nyilvánvaló, hogy egy ilyen járványhelyzet az egészségügyre rója a legnagyobb terheket, és persze most külön lehetne beszélni, de hát Sümeget ez igazából nem érinti, ugye a kórházak kérdése, de hát itt helyben is, tehát a szakrendelő is, meg a házi orvosi ellátás is, és hát ugye a házi orvosi ellátás és az ügyelet, mint olyan, ezek alapfeladatok az önkormányzatoknak, tehát az alapellátás részei.
Hát nagyon nehéz volt, és tényleg le a kalappal, mert nem csak a járvány, hanem ennek a hirtelensége, tehát nyilván a kormányzat is, az egészségügyi kormányzatnak is nagyon gyors döntéseket kellett hozni, és ezek a gyors döntések a legalsó szinteken, itt a településeken, hát bizony néha szinte lehetetlen feladatok elé állították az egészségügyben dolgozókat, ezt valljuk be, és tényleg le a kalappal az egészségügyi dolgozóink előtt, az orvosok előtt is, a szakrendelőben dolgozó ápolók előtt, szakemberek előtt is, hogy ezt mind meg tudták oldani. És hát elég szomorú az egyébként, hogy egy viszonylag rövid időszak volt, amikor majdnem, hogy teljesen helyreállhatott a megszokott rend. Ugye ez a békés időszak, ez a békeidőszak nem tartott túl soká, mert jött a második hullám. Úgyhogy azért én a betegek oldaláról is megközelíteném, és azt mondom, ebbe persze beleértem magamat is, hiszen mi a betegek, vagy azok az emberek, akik azért néha felkerestük a házi orvosunkat, hát nekünk is egy új világ kezdődött ezzel, hiszen valljuk be, hogy pontosan a járványügyi megszorítások miatt és az elővigyázatosság miatt, hát majdnem, hogy egy kis túlzással és viccesen azt lehet mondani, hogy szinte le kellett szoknunk arról, hogy orvoshoz járjunk. Tehát az, hogy ott a rendelő előtt a váróban a megszokott kép fogadjon bennünket, hogy idősebb nénik elcseverésznek egymással, miközben várják, hogy behívja őket az orvos. Hát ennek a világnak bizony vége lett. Sajnos egy kicsit talán olyan embertelen világ köszöntött be ezen a területen, és én minden sors társamat arra szeretném kérni, itt Sümegen is, hogy hát valahogy bírjuk ki. Én nagyon remélem, hogy most már talán néhány héten, vagy maximum hónapon belül vége lesz ennek, és tényleg visszatérnek azok a régi szép idők, amikor több időt tölthetünk szükség esetén az orvosunkkal. Hát addig pedig viseljük el, hogy tényleg szinte ilyen kicsit egy ilyen tábori ellátásban részesülünk, mint a háborúk idején, de hát tulajdonképpen ez majdnem, hogy egy ilyen háborús helyzet ez a járványügyi helyzet most. Sümeg vonatkozásában, Sümeggel kapcsolatosan még mindig nagyon sok embernek a vár az első, ami eszébe jut, és ebben az évben, 2020. júniusában sor került a vár ünnepélyes alapkőletételére, ezzel együtt elindult a vár fejlesztése, nagyívű fejlesztése. Erről beszélgetünk a következőkben, de előbb nézzük meg az erről készült összefoglalónkat. Ha a mögöttem lévő keleti szárny megújul, és ezt követi majd a palotaszárny, akkor elmondhatjuk, hogy a sümegi vár teljes pompájában, itt a Dunántúl közepén, mint a gyerekkori álmomban, és azokon a korábbi festményeken, rajzokon is látható, akkor azt gondoljuk, hogy sokkal több kirándulót fognak majd vonzani ezek a falak és azok a programok, amiket tervezünk ide a sümegi várba. Nagyon fontos dolog az, hogy mindenkinek legyenek álmai. Pap Imrének volt egy álma annak idején, amikor itt a vár oldalban, mint 5-6 éves kisgyerek játszott a társaival, hogy ő a sümegi várkapitánya szeretne lenni. Ezt az álmát valóra váltotta. Nekem is nagyon sok álmom volt és van, és az egyik legnagyobb ezek között az, hogy Sümegből, a sümegi hagyományokra építve, hiszen itt minden kőből a történelem árad, de mégiscsak egy új várost, egy modern 21. századi várost kell létrehozni,
Nekem ez az álmom, ez még nem teljesen valósult meg, de úgy érzem egyébként, hogy az elmúlt 4-5-6 évben azért nagyot haladtunk, de még nem lehetünk elégedettek. A fejlődésnek tovább kell menni, a városban is, itt a várban, a vár környékén is, és én nagyon bízom benne, hogy így tényleg egy idegenforgalomra épülő gazdasággal, Sümeg nagy biztonsággal nekivághat a 21. századnak. Tehát állami támogatással valósul meg a vár fejlesztése, ugyancsak hasonló módon a püspöki palotának a fejlesztése is. Mit jelent ez a város jövője szempontjából, turisztikai és egyéb területek tekintetében? Mivel a vár az egy kiemelt turisztikai terület, látványosság Sümegen tényleg a legfrekventáltabb idegenforgalmi hely, környék, és ez így is fog maradni, ez egyértelmű. Így természetesen nagyon fontos. És tényleg van egy törekvés Pap Imre, várkapitány úr részéről is, már nagyon rég megfogalmazott törekvés ez, de egyébként ezt én is így láttam 10 évvel ezelőtt is, hogy az lenne a legjobb, az lenne a cél, hogy egy ilyen viszonylag jó állapotban lévő várat, persze hozzátenném, nehogy félreértse valaki, ez a vár, ez gyakorlatilag egy rom volt, még a 70-es évek elején is, amire én visszaemlékszem, mint kisgyerek, de hát akkor is gyakorlatilag kibe lehetett mászni a falakon, és ugye akkor már lezajlott egy nagyon jelentős felújítása a 60-as években a várnak, előtte meg főleg, tehát ha az ember nézi ilyen 20-as, 30-as évekből származó képeslapokat, hát szinte alig ismer rá, mert néhány kis csonka falmaradvány áll a hegy tetején, de nagyon szépen helyre lett állítva, ez tény és való, és azért már a 2000-es évek elejére ez egy olyan állapotban lévő vár volt, ami ritkaság számba ment az országban. És egyre közelebb kerültünk ahhoz az állapothoz, hogy úgy éreztük mi itt Sümegen jó néhányan, hogy most már csak egy kis erőfeszítés kéne, hogy tényleg egy olyan várunk legyen itt Sümegen, ami gyakorlatilag olyan, mint az 1500-1600-as években volt, akár lakható is. És tudom nagyon jól, vagy hát én úgy érzékelem, hogy a turisták zöme is ezt értékeli, ezt értékelni a legjobban. És ugye, ahogy mondtam, a várkapitány úrnak is mindig ez volt a törekvése, és most úgy tűnik, hogy a régi felfogással, tehát a műemlékvédelem régi felfogásával ellentétben kezd teret nyerni egy új felfogás, hogy igen, valóban, akkor állítsuk úgy helyre ezeket a várakat, amit persze lehetséges, hogy ilyenek legyenek. Na most ez a több mint 1 milliárd forint, beruházás, aminek az alapkületételét az előbb láthattuk. Ez már erről szól, de hát nagyjából a várnak a fele, vagy hát nem is egészen a fele újul így meg. Ugye a keletre néző fal, illetve azok a részei a várnak, és hát örömmel tudom mondani, hogy most már tárgyalások folynak a következő etapról, ami nagyjából ugyanekkora, vagy talán még nagyobb összeg lesz, egy 1 milliárd és 1,5 milliárd forint közötti összeg, és akkor abból úgy tűnik, hogy végre el tudjuk érni ezt az állapotot. A sümegi vár az valóban fontos, persze fontos nekünk a püspöki palota is, és így együtt lesz ez, nyilván a belvárossal együtt egy komplex egész, de hát a vár az tényleg Sümegnek egy olyan emblematikus, hát nem csak helye, hanem egy olyan turisztikai látványossága, amiről valljuk be, nagyjából az eszébe jut Sümeg neve mindenkinek. És ezt butaság is lenne nem kihasználni, nyilván erre
építenünk is kell. Tehát ezek a fejlesztések nagyon fontosak, a Nemzeti Kastély és Vár program, és megtiszteltetés, hogy Sümeg ilyen nagy súllyal szerepel ebben. Hozzáteszem, nyilván nem véletlen, mert Sümeg valóban a Pannontáj szíve is egy csodálatos hely, és hál' Isten a mostani kormány is, és a szakemberek is felismerték, hogy Sümegnek ezen a téren jövője van, és érdemes ide befektetni. Éppen a várkapitány úr szokta hangsúlyozni, hogy nem elegendőek az üres falak, hanem meg is kell tölteni élettel. Nos, erre törekszik a város is évről évre, minden nyáron. Most 2020. júliusában járunk, és normális esetben természetesen a Jakab-napokról beszélgetnénk. Jakab-napok nem voltak, ám mégis kulturális rendezvényekre sor került. Ezt láthatják most nézőink. A program sorozatot nyitó kiállítás hangulatában és tematikájában is a Jakab-napokra enged következtetni. A nagy hírű rendezvény apropóján a vadászat és agarászat nagy rajongói idén sem maradtak esemény nélkül, az emek szállottság nélküli, de művészeteket kedvelő közönséggel együtt. Többségében agarak tekintenek vissza ránk a kiállított pasztelképekről a Művelődési Központ berendezett szegletében. A művész, Tarcsai Béla jól érzékelhetően bátran játszik a fény és árnyék hatásokkal. Szinte megelemenednek alkotásainak főszereplői, jól eltalált mozdulatok, kecsesség és játékosság tükröződik. A kiállító nem tudott jelen lenni a tárlat megnyitóján, barátja képviselte. A megnyitót követően Vári Dávid Terítéken című kóstolóval egybekötött könyvbemutatója vitte tovább a vadászati vonalat a Művelődési Központ programjai során. Az érett bor és vadászat ünnepéhez mindig is kapcsolódott vadászmise. Erre idén is sor került Szent Euszták tiszteletére. A Sümegi Nyár elnevezésű rendezvénysorozathoz szórakoztató program is társul. Tehát fontosnak tartotta, fontosnak érezte a városvezetés, hogy a jelenlegi körülmények között is legyenek kulturális rendezvények. Mi ezeknek a fontossága, mi a jelentősége egy-egy közösség, egy-egy város életében? Közösségformáló szerepe van mindenképpen. És hát nyilván, de tényleg már olyan rossz is kiejteni ezt a szót, hogy járvány, de hát rányomta a pecsétjét sajnos a 20-as évre, de hát nyilván ugye ezért maradtak el a fesztiváljaink. Egész egyszerűen ugye a bizonytalanság is egy olyan tényező, még ha éppen július végén akár meg is lehetett volna szervezni mondjuk egy fesztivált, ahol több ezer ember van, de hát nem tudtuk, hiszen egy ilyen fesztiválnak a megszervezése azért nem néhány hét, hanem mondjuk egy fél év, egy fél éves kemény munka. Így aztán nem volt Jakab-nap sem, ugye a május elejé Gesztenyevirág Fesztivál után ez is kútba esett, de talán így a helyi közösséget legalábbis sikerült kárpótolni ezekkel a július végi, augusztus elejé rendezvényekkel. Mi igyekeztünk minden esetre, és hát azt mondom, amit már néhány más dolog kapcsán ugye elmondtam, hogy főleg amikor ilyen helyzet van, ilyen félig meddig, ilyen hadi helyzet, ilyen összekapaszkodásra ösztönző helyzet, hogy tényleg akkor kapaszkodjunk össze, és ez talán azért segít is valamennyire közösségépítésben. Talán több ember felismeri, hogy mi a fontos az életében. Most nem is beszélek arról, hogy így karácsony előtt nyilván nagyon sok ember ezzel a helyzettel párosulva felismeri, hogy mi az igazán fontos, de talán már nyáron is egy jelzés volt ez, hogy igaz, hogy kevesebben vagyunk, igaz, hogy olcsóbb műsorok vannak, de akkor is mi itt vagyunk, és érezzük jól magunkat, sümegiek,
együtt azokkal a barátainkkal kiegészülve, akik esetleg messzebbről érkeztek hozzánk, mert erre megvan a lehetőségünk, és ez igazából valamennyire csak rajtunk múlik. Nyáron, augusztusban, augusztus végén nemzeti ünnepünkön együtt ünnepelhetett a város közössége, és az ünneplést, az ünnepén való részvételt egy nagyon felemelő program dúsította. Erről láthatják most nézőink az összeállításunkat. A Ramazetterház Sümegváros kiemelt épített és szellemi öröksége, mely a belváros turisztikailag frekventált helyszínén a plébánia templomot a ferences templommal összekötő turisztikai tengely mentén található. A műemlékvédelem alatt álló épület a város híres polgármesterének mecénásának szülőháza. Sümegváros vezetése néhány évvel ezelőtt határozta el, hogy Ramazetter Vince előtt tisztelegve felújítják az épületet. Sikerült pályázati forrást is találni erre, de számos támogatás is segítette a törekvéseket. Így valósulhatott meg augusztus 20-ára a Ramazetter Látogatóközpont ünnepélyes átadása. Ramazetter Látogatóközpont ünnepélyes átadása méltán esett augusztus 20-ára. A Ramazetterház a Nagy Előd nevéhez kapcsolódó kultusz, a jelenkor tiszteletének és megbecsülésének e módon történő kifejezése megkoronázta az ünnepet. Széleskörű összefogással, támogatással születhetett újjá ez az épület. Nagy érdeklődés kísérte mindvégig a Ramazetterház újjáépítését, felújítását, a Ramazetter Látogatóközpontnak a megszületését. Mi az oka annak, hogy a város lakói ilyen módon is kifejezték érdeklődésüket, és ugye a megnyitón is szép számmal jelen voltak, valahogy mindenkinek a szívügye a Ramazetterház? Igen, én is úgy éreztem, és egy kicsit én is meglepődtem azon a tömegen, igazi tömegen, amely ott megjelent a Ramazetterház udvarán. Hát én azt hiszem, hogy ennek talán két oka is lehetett. Egyrészt az előző időszak, az a járványidőszak, az a kicsit olyan kiéhezett érzés az emberekben, hogy ugye készültek a dolgok Sümegen, hál' Isten, de igazán átadó ünnepségekre, ahol tényleg együtt megünnepelhetjük, hogy elkészült valami, jelentős beruházás olyan nem volt, másrészt pedig tényleg maga a Ramazetterház, és ennek is nyilván több összetevője van, maga a Ramazetter név, hiszen a sümegieknek ez tényleg nagyon sokat jelent, az ő tisztelete, az ő emlékének a tisztelete, másrészt meg magának az épületnek is, ugye az emlékei, tehát főleg az idősebb vagy középkorú korosztály is nagyon jól emlékszik arra, hogy ez egy milyen romos állapotban lévő és tényleg méltatlanul kezelt épülete volt, ráadásul a belvárosnak, egy frekventált helyen a két templom közötti tengelyen, és hát mindenki kíváncsi volt az eredményre nyilván. És hát harmadikként egyébként talán még az is belejátszott, hogy valóban, ahogy elhangzott a kis összefoglalóban is, ez egy összefogás eredménye, vagy annak is mondható, hiszen csak fele részben készült támogatásból, tehát pályázati támogatásból, a másik rész az saját erő volt, és nagyon sok helyi vállalkozó működött közre, és köszönet is ezért nekik. Tehát mindez hozzájárulhatott ahhoz, hogy tényleg nagy érdeklődés volt, és én egyébként azóta is érzem, hogy az emberek kedvelik ezt a helyet, és hát valljuk be, nagyon szépen sikerült. Ugye most a Ramazetterháznak az ősszel is folytatódott a berendezése,
de talán erről is már beszéltem, és nagyjából tudja is mindenki, hogy ugye a Kocsis Lajos bácsi féle geológiai gyűjtemény is kialakul, és berendezésre kerül a templom felé néző helyiségben ez. Most ugyan nyilván szünetel ez is, de én nagyon remélem, hogy az új évben aztán újra kinyithat, és én mindenkit biztatnék arra, sümegieket, nem sümegieket egyaránt, hogy látogassák meg a Ramazetter házat, érdemes. Az a hangulat, amit áraszt, és a bemutatásra kerülő tárgyak, azok érdemessé teszik. Valóban egy új attrakciója a sümegi belvárosnak, és én nagyon remélem, és hogy biztos vagyok benne, hogy a 2021-ben, hogyha már úgy nagyjából a vár is készen lesz a püspöki palota, akkor ez a kis blokk ott a Ramazetter házzal és az Afrikáriummal, és hát így végül, de egyáltalán nem utolsó, hanem talán elsősorban a plébánia templommal és a Maulbertsch freskókkal egy fantasztikus év elé nézhetünk, így idegenforgalmi szempontból. Ha nem üvegből lenne az asztal, akkor le is kopognám ezt, mert nyilván, hogy itt még ne adj Isten közbeszólhat egy ilyen vírus, mint a mostani, de nagyon remélem, hogy a jó Isten segítségével ezt meg fogjuk úszni most már. 2020. szeptemberében, szeptember 1-én becsengettek az iskolákba, az általános iskolákba és a nagy múlttal rendelkező gimnáziumba, valamint a néhány éves szakképző intézménybe csak úgy a tavaszi időszak után, amikor online digitális oktatás folyt. Mi jellemző a város oktatási helyzetére most napjainkban? Mennyire fontos, hogy ezek a létesítmények jól működnek és egymást erősítve működnek? Sümegen mindig is nagyon sokat számított az oktatás. Tehát itt ugye külön szeretnék megemlékezni a gimnáziumunkról. Több mint 160 éves intézmény, tényleg büszkék vagyunk rá, nem csak az olyan öreg diákok, mint én, de szerintem minden sümegi büszke is lehet a gimnáziumunkra. Én azt hiszem, hogy minden településnek azért, tehát egy vidéki településnek, ahol nem egyértelmű az, hogy mondjuk legyen középiskolája, egy vidéki kisvárosnak az igenis egy rangot ad, hogyha működik ott egy gimnázium. Sümegen pedig működik, ahogy mondtam, több mint 160 éve, és egy neves gimnázium volt egyébként mindig is a történelme folyamán általában. És ez nagyon fontos, és most ebben az elmúlt időszakban én azért értékelem különösen fontosnak, hogy ezt még bővíteni tudtuk, mert ez valóban így van. Tehát az oktatás egy ilyen 6000 néhány száz lelkes kisvárost igazából azt tud kiemelni a szürkeségből. És ezért is nagyon örülök annak, hogy elkezdte működését a szakképzőiskola. Ugye most már újra van szakmunkás képzés Sümegen, és hát annak is örülök, hogy most már egyetem, ugye nem főiskola, az Edutus Egyetemnek is működik képzése, bár azzal vannak azért gondok, valljuk be, mert sajnos nincs annyi jelentkező, hogy zökkenőmentesen tudjon működni, de az első évfolyam az ők még ide járnak, most fogják ugye befejezni az iskolát, és én azért bízom benne, hogy az egyetem rektorasszonyával és vezetésével esetleg ki tudunk találni olyan dolgokat, olyan módszereket, hogy helyre rázódjon ez a dolog is. Tehát Sümegen nagyon fontos az oktatás, és hát persze az alapokat, azt a Ramazetter nevét viselő általános iskola adja, ne feledkezzünk meg róluk sem, sőt, nagyon fontos intézmény, és ugye valóban hát nagyon nehéz feladat elé állította őket is ez a 2020-as év a digitális oktatással,
ugye a járvánnyal, a megbetegedésekkel, a hiányzó gyerekkel, a hiányzó megbetegedett kollégákkal. Tehát nagyon nagy nehézségeket kellett megoldani a szülőknek is persze, de a tantestületnek is, és hát beszéljünk az óvodáról is, ahol aztán hát megint csak elég nehéz helyzet alakult ki néhányszor az év folyamán, de ott is sikerre vették az akadályokat. Tehát én így az év végéről visszatekintve csak azt tudom mondani, hogy tényleg nagy minden elismerésem az óvónőké, a dadáké, a tanároké, tanítóké, mindenki, aki az oktatásban közreműködött. És hát én személy szerint nagyon bízom benne, hogy a digitális oktatás úgy, mint tavasszal nem tér vissza, nem kell, hogy visszatérjen egyrészt, abban is bízom, másrészt meg hát azt hiszem, hogy, hogy az oktatás miatt és a kisgyerekek jövője miatt is jobb lenne, hogyha teljesen hagyományos módon működhetne az oktatás. Októberben járunk, és ebben a hónapban a sport került fókuszba. Nézzük, hogy hogyan, milyen módon. Éppen a múlt héten számolt be polgármester úr nézőinknek erről a jó hírről. Önöket, a kézilabda szakosztályt, ezt hogyan fogja érinteni? Játszunk el a gondolattal, hogy már mondjuk egy évvel előrébb járunk, és megvan a munkacsarnok? Hát ez, én nagyon örültem neki, mikor meghallottam ért, hogy már nem csak tervek, hanem már konkrét tények alapján, és biztos, hogy elindul a kézilabda csarnok az építése, rá ugye a megfelelő anyagi háttér biztosítva. A miniszterelnök úr aláírta azt a kormányhatározatot, amiben kötelező a pénzügyminisztériumot, hogy utalja ki ezt a megfelelő összeget a csarnoknak az építésére. Úgyhogy ha ezt nézzük, ez nem csak a kézilabdának költségen, hanem mindenféle sportágnak, legyen az akár röplabda, kosárlabda vagy a futszál, mert hogy végig lesz egy olyan helyünk, ahova be tudunk menni sportolni, méltó hely lesz mindenféle sportnak, itt nem csak a városnak, hanem a térségnek. És hogyha előre nézünk, akkor azt tudom mondani, hogy azért is jó, mert akkor az utánpótlás szakosztályokból lehet a később egy felnőtt csapat is ki tudna bontakozni. Ez azért fontos, mert a Ramazet-Tervinc általános iskolának a tornatermének a méretei nem megfelelőek, így nem tudtunk hazai pályán mérkőzni az ellenfelekkel, hisz kicsi. Hiába látszik nagynak, de nem megfelelő szabványméret. Az új csarnokban, ugye 24-es pályaméret ez, ami ugye megfelelő már az U11-es csapatoknak a versenyeztetéséhez, így tudunk akkor hazai pályán játszani, mind a fiúk és mind a lányok be tudunk mutatkozni, mind a szülőknek, nagyszülőknek, családtagoknak, és nem kell azért például elutazni Nagykanizsára, vagy éppen Répcelakra, vagy Szombathelyre, hogy a saját gyermekét tudják ugye látni a szülők, és lássák azt, hogy az edzéseken mit tanultak a gyerekek, és hogyan tudják az bizonyítani magukon a mérkőzéseken. Mennyire ismeri a sportcsarnoknak a paramétereit ezen túl, a méreten túl? Hogy fog kinézni? Egy kicsit mutassa be nézőinek. Szerencsére sikerült áttanulmányoznom, megnéznem, és azt kell elmondanom, hogy a városhoz mérten szerintem egy nagyon jó multifunkcionális csarnokunk lesz, mert azért van az, hogy multifunkcionális, mert reményem szerint nem csak ugye a sportnak lesz az otthona, a meleg ágyas üvegen, hanem egy más kulturális rendezvényeknek itt. Netán lesz esőnap, nézzünk egy koncertet, akár a Jakabnapokon, vagy a Gesztenyi Virág Fesztiválon, akkor oda be lehet menni, és ott meg lehet tartani, el lehet férni. Ugye az előbb említettem, hogy maga az alappálya az 24 méteres lesz, ez egy normál kézilabda pálya. Ez megfelelő lesz a futszárosoknak, akik jelenleg sümegen újraindultak, illetve a röplabdásoknak a belmagasság is elég magas lesz, 9 méter lesz a belmagasság, így M1-es mérkőzésekre alkalmas lesz maga a mérkőzés, 300 ülőhely lesz a férőhely lesz a csarnokban, ahogy kényelmesen szerintem a szurkolóink majd le tudnak ülni, persze mellette állóhely, 6 öltöző, 2 edzői, bírói öltöző lesz külön irodája, lesz külön büfé, és lesznek különböző vizes blokkok a vendégek részére, illetve, ami jó dolog, hogy lesz bent még plusz egy konditerem is, és 2 szertár, ami azt mondom, elég bő lesz itt. Tehát ott nem csak játszani lehet technikásan, hanem fizikásan is lehet majd edzeni, gyakorolni mindenféle sportra szerető embernek. Tehát itt ismét egy jelentős fejlesztéshez érkeztünk a tanúszoda után, amely az előző évben valósult meg, most pedig itt van a kézilabda munkacsarnok megvalósításának a lehetősége. A sportot említettem, hogy ez a hónap fókuszában a sport áll. Milyen hatást gyakorol a város sport életére majd ez a létesítmény, hogyha egy év múlva megvalósul? Hát erre is csak azt tudom mondani, mint amit talán már mondtam a
körforgalom kapcsán, hogy ez egy hiánypótló beruházás. Egy ilyen sportcsarnokra Sümeg az nagyon-nagyon régóta vár, és nagyon nagy igények vannak, egyre nagyobbak különben, tehát azért azt csak, hogy lássa mindenki, hogy nyilván a Ramazetter iskola tornaterme az mindig is azért szűkös volt, főleg ahogy nőttek az igények, meg a röplabda, az NB1-es röplabda csapatunk igényei is, ugye, nem csak a mérkőzések, hanem az edzések tekintetében is. Ezek egyre nehezebb, nagyobb probléma elé állították az iskolát, de hát most aztán végképp. Tehát ez a 2020-as év, ez ebben a tekintetben is egy katasztrófa volt, és egyszerűen ez így tulajdonképpen szinte egy fenntarthatatlan dolog, ezzel szembesültünk most az idén, és ilyen szempontból egy nagyon jó időpontban jött az, hogy ahogy itt a kis összefoglalóban elhangzott, ugye megtörtént a keretnek az elkülönítése egy kormányhatározat képében, tehát a pénz az rendelkezésre állt most már nagyjából 3 hónapja, és mindenki várta, hogy jó, de akkor végre történni fog valami, és hál' Isten, december közepén elérkeztünk oda, hogy ez is megtörtént, tehát megtörtént már a munkaterület átadás, és talán napokon belül, vagy néhány héten belül januárban elkezdődik maga a munka is. Remélem, hogy enyhetelünk lesz a továbbiakban is, és valóban megépül ez a munkacsarnok. Hát miért lesz ez nagyon fontos, ezt Meszrényi képviselő úr is összefoglalta. Én tényleg csak annyit tennék hozzá, hogy nyilván az általános iskola torna termét fogja tehermentesíteni, és nagyon nagy lehetőségeket ad a városban működő egyesületeknek is, de csak így a civileknek is, hogy használják, meg magának a városnak is, hiszen én bízom benne, hogy kulturális rendezvényeket is fogunk tartani. És amit én még nagyon fontosnak tartok, hogy ez, ha nem is az utolsó darabja, de egy majdnem utolsó jelentős fejlesztése lesz annak a városrésznek, amit nyugodtan nevezhetünk ilyen rekreációs városrésznek, hiszen tanúszoda, hiszen a rekreációs park, reméljük, hogy készen lesz akkor nem sokára a sportcsarnok is, és hát van egy megoldandó problémánk, ez a malom, de reméljük, hogy a sümegi kreativitás legyőzi ezt az akadályt is, és hogyha azzal tudunk valami nagyon okosat és szépet kezdeni, akkor azt hiszem, hogy Sümeg büszke lehet majd erre a kis városrészre is, és a csodájára fognak járni messze földre. Jó lenne 2020 novemberéről is valami fontosat mondani, azt hiszem azonban ez a hónap úgy kerül be a történelem könyvekbe, mint a Covid-járványnak a második hullám, ugye november 11-től tart az újabb korlátozó intézkedéseket hozó időszak. Nézzük azt, polgármester úr, hogy milyen következményei vannak a járványhelyzetnek, a tavaszi időszaknak, illetve most így az őszi évvégi időszaknak, elsősorban gazdasági szempontból. Hát azzal kezdeném, hogy milyen következményei vannak, azt úgy nagyjából tudjuk, de hogy milyenek lesznek, azt még nem, de már azok is eldőltek, csak még számunkra nem nyilvánvalóak. Mert az az igazság, hogy ugye a bevételek oldalán kiesett a gépjármű adó, ami eddig az a bizonyos 40% az önkormányzatokat illette meg. Nyilván kiesett a idegenforgalmi adó olyan értelemben, hogy hát kénytelenek voltak bezárni a hotelek, ugye a tavasszal is, meg most is.
és hát sok vendégészaka kiesett, és így nagyon sok adóbevétel is, ami Sümegen, hál' Isten, azért jelentős tétel a költségvetésben. És hát ugye nyilván a járványhelyzet az azért hát kiadás növekedéssel is járt. Ha ezeket összegeznénk, vagy összegezzük, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy ez nagyjából ilyen 80-100 milliós tétel már az idén. És ugye az iparűzési adó pedig mindig a következő év márciusában realizálódik. Na most ugye az iparűzési adónál, hogy mennyi lesz a kiesés, azt viszonylag nehéz megjósolni. Mi bízunk abban, tehát a pénzügyi osztály is, meg én is bízom abban, hogy azért ez nem lesz talán túl nagy kiesés, hiszen a Sümegen működő vállalkozások nagy része, tehát nyilván nem a vendéglátásból, meg a szállodaiparból élők, de a többinél olyan nagyon nagy kiesést ez nem jelentett. Tehát az építőipar az éppen úgy ment tovább, dolgoztak, vagy azok az üzemek, amelyek ott az ipari parkunkban megtalálhatók. Hát bizony persze a vendéglátóhelyek, tehát az éttermek, ugye a hotelkapitány, meg a többi jelentősebb vendéglátó és szállásadó hely, ott jelentős kiesések voltak. Hát én nagyon remélem, hogy nagyjából az iparűzési adó tekintetében is bele fogunk férni egy olyan 20 milliós veszteségbe, de hát ez majd márciusban fog kiderülni. Minden esetre egy csomó dolog bizonytalan, és erről is beszéltem már talán a múltkor, hogy talán ez még rosszabb, mint a teljesen tényszerű kézzel fogható bevétel kiesések, adó megvonások vagy kiesések, mert hát nem lehet tervezni, valljuk be. Tehát itt vagyunk néhány nappal az év vége előtt, de hát ilyen nehéz feladat elé, én nem tudom, mikor voltak állítva az önkormányzatok és az önkormányzatokhoz kapcsolódó intézmények, cégek is a 2021-es, tehát a következő év költségvetésével kapcsolatban. Ez szinte ilyen jóslás számba fog menni, nehéz lesz, de hát én azt tudom erre mondani, hogy hozott anyagból dolgozunk, egy költségvetést lehet módosítani, akár hányszor. Nyilván egy ilyen vezérfonal az lesz, költségvetés lesz, aztán majd meglátjuk és bízunk abban, hogy végig tudjuk vinni a 2021-es évet. Természetesen már az elején úgy kell tervezni, és ezt is fogjuk tenni, hogy a lehető legtakarékosabb módon, és arra számítva, hogy bizony meg kell szorítani néhány területen a nadrágszíjat. És akkor elérkeztünk az idei leltárunk utolsó állomásához, a decemberhez. Erre a hónapra egy nagy fejlesztés megvalósulása a jellemző, mint egy karácsonyi ajándékként az önkormányzat ezt adhatta át, illetve adhatta volna át a lakosoknak. Nézzük, hogy hogyan valósult meg a Pannon Park. Most elkezdődött a műszaki átadás, de ehhez tényleg csak annyit tennék hozzá, hogy nyilván itt azért a látvány még nem az igazi, hiszen mindannyian várjuk a tavaszt sok szempontból,
de azért is, hogy itt kizöldüljön ez a park, az erültetett fű kinőjön, meg a cserjék, a fák is zöldeljenek, akkor lesz igazából szép és élvezhető, de az azért látszik, hogy igen, természetesen minden olyan elem elkészült, ami a szerződésében a vállalkozónak benne van, és ha így körbe jártunk ugye az előbb, akkor tényleg látszik, hogy fantasztikus lehetőségeket rejt ez a park magában, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, tehát gondoltunk itt a gyerekekre, gyakorlatilag az 1-től 12 éves korosztályig két játszótér is van, de természetesen megvan a futókör is, a fitnessgépekkel. Egy fantasztikus lehetőség lesz ez, egy nagyon szép park, és ahogy azt is már többször kihangsúlyoztuk, hogy ez egy új városrész lesz, és ennek az új városrésznek tényleg az égköve lesz itt a Tanúszodától lejjebb, a Tanúszoda tőlszomszédságában ez a szabadidőpark. Én gondolom, hogy nagyon sokan fogják használni, és majd természetesen, amikor szép idő lesz, és már a járványügyi helyzet is megengedi, akkor tartunk egy kis ünnepséget, egy igazi protokoll átadást, de hát ha olyan az időjárás, akkor azért biztatnék mindenkit, hogy látogasson le ide már januárban, akár hozza a kutyáját, a kutyafuttató is már használható és működik. Én nagyon örülök, hogy elkészült. Ez egy újabb olyan álom, ami valóra vált. 5-6 évvel ezelőtt tervezgettük még a testület akkori tagjaival, hogy milyen jó lenne itt egy szabadidőpark, és lám, ide érkeztünk, nagyon jó érzés. Nagyon, hogy mondjam, szívfájdalmam nekem is, és most tényleg utoljára mondom ki ezt a szót, hogy a járványhelyzet miatt nyilván nem tarthattunk egy olyan nagy ünnepet, amit megérdemelt volna ez a szabadidőpark. De hál' Isten, megtörtént a műszaki átadás, néhány napon belül lezárjuk magát a projektet, és hát nagyon remélem, hogy birtokba is fogják venni, amennyire a téli időjárás engedi az emberek ezt a szabadidőparkot. Nagyon sokszor beszéltünk erről, és mindenki láthatta a látványi terveken is, és én nagyon örülök neki, hogy most már nem csak látványterveken, hanem a valóságban is végig tud menni mindenki a térburkolatos ösvényeken, tudja használni a fitnessgépeket, leviheti a kutyáját a kutyafuttatóba, és egyáltalán élvezheti a helyet, hát amennyire persze a téli időjárás meg a körülmények megengedik, és várom a tavaszt, több szempontból is várom, de most főleg azért várom ezzel kapcsolatban, mert ki fognak zöldülni a cserjék, ki fog nőni az elvetett fű, és akkor aztán majd tényleg mindenki láthatja, hogy milyen szépen sikerült ez a szabadidőpark, és hát nyilván más lesz tavasszal, mondjuk egy 20 fokos levegő hőmérséklet mellett végig kocogni a gumiburítású pályán, meg használni a fitnessgépeket, meg a kutyust ugráltatni, meg a gyerekeket nézni, ahogy használják ezeket a nagyon szép és tényleg ötletes játékokat. Én büszke vagyok erre, és a koncepciót is kiemelném. Tehát ez nem csak arról szól, hogy a városnak valamelyik részén építünk egy ilyen parkot néhány játékkal. Nem, itt a koncepció is nagyon fontos volt. 5-6 évvel ezelőtt azt mondtuk,
hogy itt legyen, ugye eleve ott adott volt a focipálya, meg a VSE-nek a különböző építményei, a klubhelyiség, az öltözők, stb., hogy akkor itt épüljön fel a strand helyén, vagy részben a helyén a tanúszoda, a strand régi területének egy részén legyen egy szabadidőpark, és épüljön itt fel a sportcsarnok. És én mindenkinek csak azt tudom kívánni, egyéni életében is, meg esetlegesen, mint egy város vezetőjének, hogy minden álma így teljesüljön. Persze az álmokért meg is kell dolgozni, és meg is dolgoztunk itt mindannyian az utóbbi, hát nagyjából 6 évben, de tényleg nagyon nagy öröm, fantasztikus érzés látni, hogy Sümeg megváltozott, Sümegen új városrészek nőttek ki a földből, új belvárosunk van, és hát ugye a többi fejlesztésről is beszélhetnénk nagyon hosszan, de nyilván évközben is ezek elhangzottak, tényleg csak felsorolás szerűen a Tarisznyavár, a belvárosi piac, az ipari út, ami szintén egy nagyon fontos dolog, hiszen egy ilyen félig meddig elkerülő útszakasz jött létre. A körforgalom, az Árpád utca, Petőfi utca, amiről már beszéltünk, illetve most folyik, de hát készen kell lenni áprilisig a Kompanik utcának, illetve a Béketérnek és a Flórián térnek. Ugye a Flórián tér, azt már láthatta mindenki, hogy újra áll az óra, újra zenél az óra, készen lett ott a háta mögött az a tér is, tehát a Flórián tér az nagyjából már most készen van. Tehát én tényleg arra tudok biztatni minden sümegi embert, hogy legyen büszke erre a városra. Nem kell, hogy büszke legyen akárkire személy szerint, nem, legyen büszke magára. Ezekben a fejlesztésekben mindenkinek volt valamekkora része. Hiszen Sümegváros, igaz, hogy nyertünk pályázatokat, és ezeknek a fejlesztéseknek a jó része a pályázatokból történt, de azért nagyon soknál, a legtöbbnél azért mellé kellett tenni pénzeszközöket is a városnak, és ez mindannyiunk pénzéből történt természetesen. Egyrészt, másrészt meg abból a szellemi tőkéből, ami rendelkezésre áll itt Sümegen, és igen, Sümeg az végre elérkezett egy olyan állapotába, ami még nyilván nem a végső, ilyen soha nem lesz, hiszen ez olyan, mint a biciklizés, hogy nem lehet megállni, mert akkor eldőlünk erre vagy arra. Itt haladni kell az úton tovább, de minden esetre most, ha végigmegyünk Sümegen, akkor azt hiszem nem kell, hogy olyan rossz érzés legyen bennünk, mint mondjuk 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt, hogy hát eléggé poros és eléggé lemaradtunk a többi városhoz, vagy a városok egy részéhez képest. Én a mondó vagyok, hogy most ott vagyunk az elsők között, ez egy élhető kisváros, és a miénk, és őrizzük is meg, és legyünk rá büszkék. Polgármester úr, köszönjük, hogy végigkalauzolta nézőinket a 2020-as év legfontosabb eseményein, bemutatta a fejlesztéseket. Gratulálunk az elért eredményekhez, és sikeres, boldog új esztendőt kívánunk. Köszönöm szépen, és én is ezt kívánom önöknek is, és minden sümeginek.